Nagyon könnyen lehet, hogy a két betegeskedő játékos olyan nagyon sok szerepet ma nem játszik Elek Gábor csapatába. Klujber góljával lesz 2-2. Alapos előkészítés, Lekic segít leszorítani a falat. Klujber. Ámori friss emberként a Debrecenben, becsúszik Klujber labdája. Megpattant a védőn, megpattant a kapus kezét, és közben Málesztein labdát szerez. Klujber. Kicsoda gólt lő. Két kapufás gól, kényszer helyzetben, jó 10 méterről. Ő megoldásai tartják ezt a három gólos különbséget. Kettőre zárkózhattak volna vissza. Helyett megint négy. Klujber. De amíg ő ott van, addig tapad a Fradi. Baszcsere, kettő védő ment el. Visszatért Kisfaludi. És ott van Klujber. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha ő nem, akkor senki. Kucsánszki vissza, egy passz maradt, Klujber lőni kell, gólt lő, másodszor ilyen helyzetben. Az erő látványosan összekapta magát a hétvégi gyengébb teljesítmény után. Klujber. Lőhettesét már nem védig igerik. Válla fölé kapta. Ámos Petra ma egyelőre nagyon csendes. Petra akkor 7 gólt lőtt, 9 kísérletből. Klujber neked már 8. gólja, ma ő a legeredményesebb. 4 belefért az emberelőny időszakába. Most ezúttal marad Gabriel. De Klujber belövi. Klujber, óriási. Hatalmasat játszik, most egy kis pihenő után visszatérve szerzi meg a 10. gólját. Klujber a 11. góljáért áll oda. És be is lövi, 29-26. 25-25 után a Ferencváros produkál újra egy 4-1-es rohanást.